lezártunk egy nagyon fontos, de ellentmondásos korszakot. A párt akkori vezetése és a kormány az 1970-es évek elejétől egész politikai intézményrendszerünk hallgatólagos támogatását sem nélkülözve fokozatosan elhanyagolta a konkrét helyzet konkrét elemzésének követelményét. Ennek következtében felbecsülhetetlen erkölcsi, politikai, anyagi károkat okoztak népünknek, nagy lehetőségeket hagytak kihasználatlanul. Már-már kezelhetetlen, hatalmas külföldi adósságállomány, szinte üres államkassa, elavult korszerűtlen termelési eszközök nagy száma, mérséklődő nemzetközi érdeklődés, stagnáló, majd csökkenő életszínvonal, széleskörű társadalmi elégedetlenség és kiábrándultság lett az örökség. Pártunk mai vezetése elhatárolja magát mindattól, ami e súlyos helyzethez vezetett. Mielőtt ideindultam volna, a televízióban láttam Grosz Károlyt, miközben a másik mindenségen beszélt. Azt mondta, hogy ne keressük a múlt hibáit. És azt is mondta, hogy a jövő csinálja helyben. Én elég beszélgettem a televízión keresztül, és mondtam, hogy ez nem jó. Az ellenzéki kerekasztal létrejötte, úgy gondolom, hogy az utóbbi hónapok legfontosabb belpolitikai eseménye. Ugyanakkor azonban mérföldkő azon az úton, amely az egyre mélyülő gazdasági válságból való kilábolási folyamat irányába vezet. Mindez jelzi azt is, hogy nincs gazdasági felemelkedés politikai változások nélkül. A gazdasági zuhanás megállításának alapfeltétele a rendszerváltozás. A július 16-áról van szó. A Történelmi Igazságtétel Bizottságon kívül a független szervezetek is részt kívánnak venni ennek a megrendezésében, tekintettel arra, hogy itt ez egy nemzeti ügy, össznemzeti ügy. Nem hiszem, hogy a hatalom nagyon ne engedni azt, hiszen a március 15-én is azért volt kénytelen engedni, mert tudta, hogy a tömeg itt van, kész. A tömeg itt lesz, tehát 200 000, 300 000, 400 000 ember itt lesz. Ez rendkívül fontos volna, hogy az erőnket megmutassuk, mert a tárgyalások alatt állandóan elő fognak jönni, ezért miért akarunk ilyen választójogi törvényt, mikor mi csak 3-4-5 ezeren vagyunk, ők meg 80 ezeren. Íme a vasfüggöny, amely az ország nyugati határát 260 km hosszban övezi. Ma egy korszak lezárásaként látványosan megkezdték a jelzőrendszer bontását. Mindezt óriási nemzetközi érdeklődés övezte, a bontás 35-40 millió forintba fog kerülni, a határt azért továbbra is őrzik a katonák. Az elektromos jelzőrendszer fizikailag tehát eltűnik, de számos jogi korlátozás van még érvényben a hatásával kapcsolatban. Mint megtudtuk, a jogszabályalkotó munka az új alkotmánnyal és más jogi változásokkal együtt már megkezdődött. Ez a kormány már nem az MSZMP politikai határozatainak egyszerű végrehajtója, hanem a politikai döntések tényleges alakítója. Ilyen értelemben a pártállam megszűnése felé nagy lépést tettünk. Lezárult egy szakasz az MSZMP vezetés a kormány és a parlament viszonyában is. Korábban a kormány döntése szinte minden esetben párthatározaton alapult, és így tevékenységre végrehajtó szerepre korlátozódott. A kormány tevékenységében a lehető legkevesebb nyilvánosság elve érvényesült. Az ülésekről formális kommunikék jelentek meg, a minisztertanács határozatainak túlnyomó többsége csak egészen szűk körben vált ismerté. Tisztelt Ház! A modellváltás folyamatában sajátos politikai helyzet alakult ki. A korábbi hatalmi struktúrák átalakításában ott tartunk, hogy a konzervatív erők már nem képesek a visszarendeződést, a reformerők pedig még nem képesek a döntő fordulatot elérni.
Az a veszély áll fenn, hogy a politikai rendszer válsága egyben kormányzati, államszervezeti, közhatalmi válsággá válik. Ebben a helyzetben egy erős, a reformok iránt elkötelezett kormány léte nemzeti érdek. A mai ülésén a minisztertanács úgy döntött, hogy a mai nappal felfüggeszti a Bős-Nagymaros építkezésből a nagymarosi munkálatokat. Mit jelent az, hogy felfüggeszti? A felfüggesztés azt jelenti, hogy nem folynak munkák, semmifajta munka nem folyik. Meddig? Ezt szeretném elmondani. Ugyanis a szándék az az, hogy igen alaposan mérlegeljük egy leállításnak a komoly lehetőségét is. Egy mai Reuter jelentés úgy fogalmaz, egy hazai megnyilatkozásokra hivatkozva, hogyha Magyarország akarna, ha szándékában állna, akkor kiléphetne a Varsói szerződésből. Mi az ön véleménye erről? Ezek naivitások, kérem szépen. Egy-egy ország semlegessége, vagy kvázi semlegessége, az nem pusztán akarat kérdése. Nagy hatalmak, szándéka, garanciája nélkül én azt hiszem, hogy semlegességről, vagy tömbökből való kilépésről beszélni illúzió, és azt javaslom, hogy ne is keltsünk ilyen illúziót. 110 reformkör, vagy hasonló elnevezésű MSZMP-n belüli platformcsoport, több mint 400 képviselője van itt jelen. Mindenki tele jó szándékkal, tenni akarással, progresszív, felelős politikai törekvésekkel. Abból kell kiindulni, hogy ez az ország gondolatban már átfordult a másik oldalára. Megtette a fordulatot? Mondhatnám azt is, hogy csak úgy lehetünk újra kormányképesek, és kérhetünk vezető szerepet, ha most követjük az országot. Június 13-án az Országház vadásztermében megkezdődtek a három oldalú tárgyalások, a Magyar Szocialista Munkáspárt, az ellenzéki kerekasztal és a harmadik oldal képviselői között. Engedjék meg, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt felében bizalommal és bizakodással üdvözöljen az így jelenlévőket. Alig néhány hónapja a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. februári ülését arra a következtetésre jutottunk, hogy békés átmenettel találunk több pártrendszeren alakuló, a pártok versengését is feltételező képviseleti demokráciát. Mi, az ellenzéki kerekasztal szervezeteinek küldöttei azért jelentünk meg ma az Országházban, hogy megkezdjük az érdemi tárgyalásokat a politikai hatalmat ténylegesen birtokló Magyar Szocialista Munkáspárt képviselőivel és az általa meghívott más szervezetek delegátusaival. Leszögezzük, hogy a tárgyalások célja a békés átmenet biztosítása a diktatórikus uralmi rendszerből a népakaratot ténylegesen érvényesítő képviselő demokráciát. Alapi László, gépkocsi kísérő, élt 37 évet. Andi József, gépmunkás, tartalékos főhadnagy, élt 34 évet. Angyal István, építésvezető, élt 30. Bóbek Károly műszerész, kivégezték 1957-ben, élt 24 évet. Bódi József Kovács, kivégezték 1958-ban. Élt 20 éve. Bognár Otto, csapatszállító csillés. Kivégezték 1958-ban. Élt 27 éve. Bokor János, Szabó Segyi. Kivégezték 1958-ban. Élt 39 éve. Bognár Otto, csapatszállító csillés. Kivégezték 1958-ban, élt 27 éve.
Testvéreim, nagyafiak, hazám hű polgárai, őrizzétek meg a forradalom vívmányait, minden erővel biztosítsátok a rendet, állítsátok helyre a nyugalmat. Ne folyjon testvérvér hazánkban. Farkas Mihály honvéd, kivégezték 1957-ben, élt 29. Páncsik György, anyagellenőr, kivégezték 1960. A magyar név történelmünk során soha nem csillogott oly fényesen, mint az 1956-os forradalom napjaiban. Brutális külső beavatkozás eltiporta forradalmat, véget vetett törekvéseinknek, reményeinknek, de nem oldhatta ki 1956 és a fordulat jelképévé lett Nagy Imre emlékét. Testvéreim, magyarok, tisztelt jelenlévők! Az 1956-os magyar forradalom alatt a munkások által megválasztott és a magyar nép által megbízott képviselet nevében jelentem ezeknek a holtaknak és mindazoknak, akik a magyar hazánk földjébe el vannak temetve, hogy tisztelettel, hűséggel, becsülettel megőriztük 56-os forradalmunk szellemét, és továbbra is küzdünk minden apró igazságáért. Ez a nap fordulópontot kell, hogy jelentsen. Most már az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások minden áldozatának, élőnek és halottnak, különösen a néptelen szabadságharcosoknak meg kell adni azt, amit áldozatukkal kiérdemeltek. Ezt követeli vértanünk emléke. Azok a fiatalok, akik ma az európai polgári demokrácia megteremtéséért küzdenek Magyarországon, két okból hajtanak fejet a kommunista Nagy Imre és társai koporsói előtt. Mi azokat az államférfiakat tiszteljük bennük, akik azonosultak a magyar társadalom akaratával, akik, hogy ezt megtehessék, képesek voltak leszámolni szent kommunista tabuikkal, azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával és a párt diktatúrájával. Ők azok az államférfiak számunkra, akik az akasztófa árnyékában sem vállalták, hogy a társadalmat megtizedelő gyilkosokkal egysorba álljanak, akik életük árán sem tagadták meg azt a nemzetet, amely elfogadta őket és bizalmát beléjük helyezte. Mi az ő sorsukból tanultuk meg, hogy a demokrácia és a kommunizmus összeegyeztethetetlen. Szeretném önöknek világosan megmondani, hogy én magam is, mint sok száz ezer pártag az országban, abban a hitben és tudatban élt, hogy Nagy Imrét törvényesen és joggal ítélték halálra. Az okmányok áttekintése azonban azt jelzi, hogy a kiszabott ítélet, ami a legsúlyosabb, nincs tényekkel
alátámasztva. Mert egyetlen politikai rendszer sem viselhet a hátán ilyen morális terhet. De egyetlen vezetés sem hagyhatja gyermekeinek meg unokáinak megválaszolatlanul ezt a kérdést. Ezt nekünk kell megválaszolni. Még akkor is, ha személy szerint mi akkor ugye nem befolyásoltuk az eseményeket. Felvetődik a kérdés, természetesen, hogy ha nem halálos ítélet, akkor esetleg más ítélet indokolt volt-e, vagy semmi. Kérem, egy halott ember esetében ilyen mérlegelés nem etikus. Erkölcsileg nem korrekt, nem tisztességes. Indítványozom, hogy a legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa a törvényességi óvásban kifejtett indokok alapján a legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsának 1958-ban hozott ítéletét helyezze hatályon kívül, és Nagy Imrét, Donát Ferencet, Gimes Miklóst, Tildi Zoltánt, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Szilágyi Józsefet, Jánosi Ferencet és Vásárhelyi Miklóst bűncselekmény hiányában mentse fel. A történelmi események sorszerű összecsúszása, hogy miközben a teremben ülők a törvényességi óvás részleteit hallgatták, egy kézről kézre járó cédula adta hírül Kádár János halálhírét. Tear it up. You've been out here too long. Let me just speak to you from the heart, and I'll be brief. And I salute the leaders of Hungary. I salute the reforms and change that is taking place in this wonderful country. We have in our country a special affection and feeling for the people of Hungary, the people of the United States, that we must work with Hungary. We want to work with Hungary to continue the changes and the reforms that are going forward in your great country as of today. Az NSK budapesti nagykövetségén állítólag már 200 NDK állampolgár kért menedéket, vagy valamilyen kijuttatási lehetőséget Ausztriába. Ezeket a képeket ma délben forgattuk a nagykövetség előtt, magyarokat és NDK állampolgárokat egyaránt látunk. Annyian vannak az NDK állampolgárok, hogy már nem is fogadják őket, hanem napokat kell várakozniuk, mire egyáltalán elkezdik kezelni az ügyeiket. 4-5 napot is várnak. Átmeneti szállásokon helyezik el azokat bérelt lakásokban, akiknek az ügyével már elkezdtek foglalkozni. De hogy hogyan fognak kijutni, vagy mit kell tenniük, haza kell utazniuk, ezt sokan bizony nem tudják. Nikolaj Ceausescu szerint katasztrófához vezethetnek azok az intézkedések, amelyeket Magyarországon és Lengyelországban egyesek alkalmazni akarnak. A román vezető a Newsweek című amerikai hetilapnak adott interjújában cáfolta, hogy országában megsértenék az emberi jogokat. A kondukátor hangoztatta, hogy Romániában nincsen személyi kultusz, a párt és személy szerint ő azért élvezi a nép támogatását, mert képes biztosítani az életszínvonal folyamatos emelését. Egy svéd napilap
Mihály Gorbacsovnak adná az idei Nobel békedíjat. Az újság szerint a szovjet vezető többet tett a békéért, mint amit bárki várni vagy remélni mert volna. A Szovjetunióban manapság csak elvétve akad olyan ember, akit nem érdekel a politika. Érződik ez az évtizedes jelvény és plecsni gyűjtő hagyományokat megreformáló, kitűző áru sportékáin is. Néhány a legnépszerűbb feliratokból. Üdvözlet a KGB-től, vagy bármelyik pártba belépek, kivéve az SKP-t. Hiába itt a bazárban a kínálat igencsak gyorsan alkalmazkodik a kereslethez. A vásárlók persze egy kicsit még bátortalanok, a többséget inkább a látvány, a szabad levegő, no meg a nyárson piruló saslik vonza Izmajlovóba. Srácot nem vettétek föl ott lenni? Nem, nem mondta, hogy föl kell venni, szóval. Mondom, a feleségét nézzétek meg. Ja, hogyha nem találjátok, akkor szekeresnek jelentsétek. Feleség jelentsétek. Mi bízunk az új Magyarországot formálni kívánó erőkben. Döbbenten hallgatjuk viszont, amikor azt mondják egyesek, hogy bennünk nem lehet bízni. Milyen alapon vonják kétségbe a most színre lépő generációk szándékainak tisztességét, hitvallásának őszinteségét? Kivel azonosítanak bennünket? Vegyék észre, mi csak önmagunkkal, tetteinkkel vagyunk azonosak, és csak ezek minősíthetnek bennünket. Nem fogunk szemlesütve sarokba állni és bocsánatot kérni azért, ami a mi lelkiismeretünket nem terheli. Nemzedékem nem fog a szégyenpadon szorongani és hetediziglen bűnhődni mások bűneiért. Nemzedékem egyik küldetése viszont, és ez személy szerint én erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy erkölcsi és politikai elégtételt kapjanak mindazok, akiket az országban törvénytelenül megkurcoltak. A magyar kormány elítéli az 1968-as csehszlovákiai katonai bevonulásban való részvételt. Ezt kormányunk nem csak elítéli, hanem a Varsói Szerződés reformjának kezdeményezésével intézményes garanciákat is kíván kapni arra, hogy ilyen akció ne ismétlődhessen meg. Havel Dubček, Havel Dubček, Havel Dubček, Havel Dubček. Havel Dubček.
A demonstráció elején magyar ellenzéki fiatalok transzparenst emeltek a magasba a következő felirattal. Most virággal jöttünk, hogy népünkről legalább részben lemosogatjátok. De tudnotok kell, hogy a magyar és a lengyel nép soha nem értett egyet azzal, ami 68-ban történt. Akkor Moszkva parancsára idegen csapatok szállták meg újra hazátokat. Ami 21 éve történt, az osztópont volt népeink között. De hogy ne legyen többé az, ezért jöttünk ma ide, hoztuk el virágainkat, a bocsánatkérés virágait. A tömeg többek között Dubčeket és a 68-as prágai tavasz más vezetőit éltette, és az emberek többször elénekelték az ország himnuszát. Sokan éltették Lengyelországot is. Nem sokkal később a hatóságok távozásra szólították fel a tömeget. Mivel ennek nem volt foganatja, a téren megjelentek a rohamrendőrök. Országhatárok nélküli egységes Európáért rendezték meg ezt a pikniket. Bár a szándék nem az volt, kétségkívül a nap szenzációjának az számított, hogy az esemény hírére NDK állampolgárok tömegei lepték el Sopronnál a határt. Békésen érdeklődtek, merre kell menniük. A mindössze egy órára újra megnyitott Szent Margareti határállomáson délutánig a határőrök 300 NDK-st igazítottak útba. A lengyel kerekasztal hamarosan modellül szolgált, a dialógusra érettebb, kevésbé elnyomó kelet-európai államok számára. Az itt születő paktum jegyében a kommunista párt megőrzi eleve a képviselői helyek 65%-át, hiába aratt elsöprő győzelmet a 89. júliusi, immár valóban többpárti választásokon ellenfele. A kormány tárgyalóküldöttségének vezetésével megbízott és rendkívül megbízható Kiscsák belügyminiszter hetekig sem maradhatott kormányfő. Itt még ők sem tudhatják, hogy Valensa választottja és főtanácsadója, a mögötte látható Tadeusz Mazowiecki 1989. augusztusától miniszterelnökké lép elő. Létrejön egy kényszerű és különleges társbérlet. Jaruzelszki államfő lemondásáig a Szolidaritás kormányfőjével működik együtt, várakozáson felül demokratikus légkörben. Hallo, sind Sie hören? Der Außenminister von Ungarn, Herr Horn. Hogy nálunk jelentik be a megoldást az NDK-beli menekültek ügyében, kérem foglalj össze a megoldás lényegét. Hallo, Philipp! Magyar táviratira, de már kijött a közlemény. Igen, pont hétkor, amikor a műsorunk kezdődött. Hát ennek lényege az, hogy az itt tartózkodó NDK állampolgárok saját petendéke úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, mely befogadja őket. Die hier stehende Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihrem DDR-Passieren das Land verlassen. Az államfő megválasztásának az időpontja és a módja. Ebben a kérdésben az ellenzéki kerekasztal nem tudott egységes álláspontot kialakítani. Az ellenzéki kerekasztal 9 szervezete közül 5 hajlik afelé, hogy elfogadja a közvetlen választást és a parlamenti választások előtti választást. 4 szervezet ezt a megoldást nem tudja elfogadni. Azzal a veszéllyel is számolni kell, hogy az MSZMP parlamenten kívüli hatalmi pozíciókat ment át a választásokon utánra, ami kérdésessé teheti a népképviseleti szervek hatalmát. A magunk részéről a megállapodást jelen állapotában nem írjuk alá.
Nem kívánjuk azonban kisebbségi álláspontunkkal megbénítani az ellenzéki kerekasztal többi tagszervezetét. Ezért felfüggesztjük abból fakadó jogunkat, hogy a kerekasztal, mint az egyik tárgyaló fél, csak valamennyi tagjának egyetértésével határozhat. Szándéknyilatkozatunknak egyetlen pontjáról sem mondtunk le. A jelenleg általunk az ellenzéki kerekasztal tagszervezetei által különbözőképpen megítélt megállapodás tervezet tekintetében álláspontunk a lényeget illetően megegyezik. A Szabad Demokraták Szövetsége azért nem tudta aláírni ezt a megállapodást, mert úgy látta, hogy az az öt szervezet, aki az aláírásra vállalkozik, az eltér a szándéknyilatkozattól. Hát ezt mindenképpen le kellett szögeznem, hogy ne az legyen az utolsó elhangzó szó, amely azt mondja, hogy ez nem történt meg. Nem kívánunk itt vitát folytatni. Nyilvánvaló, hogy a nézetkülönbségek és a megítélésben meglévő különbségek következtében e falakon kívül fognak még elhangzani korrekt és inkorrekt nyilatkozatok is. Bízzuk ezt arra. Mi nem firtatjuk, hogy milyen következtetések alapján jutott egyik vagy másik tárgyalópartnerünk erre vagy hamarra a következtetésre. Bár az álláspontunk ebben más volt, de ezügyben is közelítettünk a célokhoz, hajlandók voltunk, mert fontosnak tartottuk a békés átmenetet. Ezeket a kompromisszumos javaslatokat mérlegelni, ezért mi elfogadhatónak tartjuk az öt szervezet álláspontját. Egység vagy szakadás, megújuló párt vagy új párt, sokak szerint ez ma a kérdés. Ez is, de szerintem ennél többről van szó. A fő cél a demokratikus szocializmus, amely hitem szerint a nemzet felemelkedésének legjárhatóbb útja. A párt története, az MSZ mint MSZMP történet, a párt állam történetével együtt ebben a szakaszon véget ér, és ettől kezdve ez a tagság az alanya és letéteményese egy új szocialista párt megteremtésének, amely elsősorban az európai baloldal értékrendjére, s abból következően a demokratikus szocializmus követelményeire építi fel szervezetét, politikailag pedig szakadatlan jelenlétet kíván. Kérdezte tőlem Merecz János, hogy én bele értem-e az új pártba a reformkommunistákat és a reformkommunizmus. Én beleértem, és beletartoznak. De akkor reformkommunistának kell lenni. El kell fogadni ennek az új pártnak. El kell fogadni a programját, és el kell fogadni az alapszabályát. Az egypárti parlament utolsó ülésén elfogadta a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon kidolgozott sarkalatos törvényeket, és ez alapjaiban módosította az alkotmányt. Elfogadta, hogy az 1956-os forradalom évfordulóján, október 23-án kiáltsák ki a harmadik magyar köztársaságot. A jogállami fordulat ezzel bekövetkezett. Magyarország parlamentáris köztársaság. A törvényjavaslat alapján minőségűleg alakul át a kormányzati berendezkedés, amelynek kiépítése a hatalommegosztás klasszikus államépítési elvein nyugszik.
A kormányzati struktúra alkotmányos alapjait meghatározó jelentős változtatás, az elnöki tanács megszüntetése és a köztársasági elnöki intézmény bevezetése. A köztársasági elnök megválasztását illetően a javaslat átmeneti és véglegesnek szánt szabályozást tartalmaz. Ennek megfelelően a békés átmenet legitimáció zavarait ellensúlyozandó, indokolt az első köztársasági elnököt még ebben az évben, a javaslat szerint november 26-án a népszavazás útján megválasztani. Ám az elnök megválasztásának általános szabályaként, tehát a jövőre nézve, a javaslat a parlament által választandó elnöki modell tartalmazza. Ez felel meg ugyanis a politikai tárgyalásokon született megállapodásoknak. A mai naptól 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. Az országgyűlés döntésétől függetlenül meg kell tartani ezt a népszavazást, még ha az országgyűlés ezekben a kérdésekben az aláírást követelőeknek megfelelően döntene, akkor is, mert egészen más egy népszavazással meghozott döntés, és egészen más egy hitelét vesztett országgyűlésben meghozott döntés. Mi akkor kezdtük gyűjteni az aláírásokat, mikor végérvényessé vált, hogy ezekben a döntésekben egy olyan vélemény kezd kialakulni, ami megítélésünk szerint nem a magyar népé. Szeptember 18-án kezdtük gyűjteni az aláírásokat. A megoldás az, hogy jövő hétre feltehetőleg meg lesz a 100 000 aláírás, és emiatt kötelező lesz kiírni népszavazást. Megoldás egyetlen egy lehet, az elnök választás időpontját kell eltolni. Ez a 200 000 állampolgár népszavazást kíván a következő kérdésekben. Kivonuljanak-e a pártszervezetek a munkahelyekről, elszámoljan-e az MSZMP a tulajdonában vagy kezelésében lévő vagyonról, csak a szabad országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására, és feloszlassák-e a munkásőrséget. A népszavazásról szóló törvény értelmében kétharmados többség, tehát 252 szavazat kellett ma ahhoz, hogy népszavazás legyen-e vagy ne. A képviselők 294 igenlő szavazattal úgy határoztak, hogy lesz november 26-án az SZDSZ által javasolt kérdésekben. Ha az SZDSZ indítványa nem lesz sikeres, a köztársasági elnököt is a nép választja majd meg, még az új országgyűlés életre hívása előtt, jövő év január 7-én. Talán a jól eltalált jelszavak hatására megmozdult az ország, milliók mentek el szavazni. A döntő kérdése, hogy tudnélik csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor az elnökválasztásra, 2.151.926-an szavaztak igennel, és 2.145.825-en nemmel, vagyis 6.101 szavazat volt mindössze a különbség. November 26-a főpróba volt, egyfajta előrehozott választás. Ha rendkívül szorosan is, de politikai vereséget szenvedett a magát megreformált, a korábbi egypárti hatalom gyakorlásához képest a pluralizmust elfogadó, de mégiscsak szocialista alternatíva Posgai Imre személyében. De november 26-a legfontosabb üzenete az volt, hogy az alapvető politikai törésvonal és konfliktus már nem az MSZP és az ellenzék, hanem az ellenzéken belül az MDF és az SZDSZ között húzódik. Történelmi örömünnepély színhelye Berlin. Nincs 10 hónapja, hogy Honecker büszkén bejelentette, a berlini fal még 50 vagy akár 100 esztendeig állni fog. Ebben is súlyosan tévedett. Willy Brandt, aki akkor volt Nyugat-Berlin kormányzó polgármestere, amikor a falat emelték, örömkönnyek közepette jelenti be, ez történelmi pillanat, vége a falnak. Talán egy darabig még marad, szerinte még egy darabját kellene csupán meghagyni, legyen mementó egy múzeumban. A falból ennyi maradt,
a régi rendszerből ennyi sem. Megnyílt az út a német egység előtt. 87-ben megbukott a rendteremtő Gustav Husák. A bevonulások évfordulóin tartott megemlékezések egyre markánsabb követeléseket fogalmaznak meg. A mind gyakoribb tömegdemonstrációkon elég kimondani a pártvezérek nevét, Husák, Jakes, Hojtyik, a hatás elmaradhatatlan. A 12 ellenzéki csoport, köztük a Karta részvételével megteremtett Cseh Polgári Fórum, illetve szlovák párja, a nyilvánosság az erőszak ellen, átfogó programmal lépett a prágai és pozsonyi politika porondjára. 1968 hőse, a Szovjetunióval szembefordult Alekszandr Dubcsek és az ellenzéki tevékenysége miatt korábban bebörtönzött hírneves író Václav Havel megnyilatkozásai élesen ostorozták a defenzívába szorult ortodox kommunista pártvezetést. Alekszandr Dubcsek most a nagy visszatérést ünnepelhette, ellenségei számára pedig az igazság elérkeztét. Ezek a vezetők, mondja, a saját népük ellenségei. Ne feledjétek azt a sok rosszat, amit a nép ellen tettek, mert a nép ti vagytok. Románia fejlődésének a jövőben is csak egyetlen útja van. A kommunista társadalom győzelmének, nemzetünk méltó, szabad, független életének az útja. Nikolaj Ceausescu a kondukátor utolsó nagynak szánt beszéde hamarosan nagyon is kicsinek bizonyul. Az őt bírálókat egyszerűen fasisztáknak és huligánoknak titulálja. Nem késik a válasz. A zavar leírhatatlan. Egy hivatalnok előlép, és hopp, így ér véget a román televízió élőadása. Jön egy kis katonazene, szinte requiem. Ceausescu és klánja számára a vég gyorsan közeleg. A diktátor menekül, a rezsim fölbomlik. A tüntetések folytatódnak. A brit kommentátor szerint is egy nép megszabadult zsarnokától. A bukaresti elnöki palotánál elmondhatatlan tömeg ünnepel. Egy évtizedeken át elnémított nemzet újra hallatja hangját. A rezsimhű alakulatok még megkísérlik a lehetetlent, szembeszállnak a történelemmel. Ceausescu gyűlölt titkos rendőrsége, a szekuritáti fegyveres ellenállása viszonylag rövid idő alatt elenyészik. Letartóztatták Ceausescuékat, Ilija Ceausescut és a klán többi tagját, Bobut, Poszternikut és a többieket. Eljön az igazságos, szigorú igazságtétel napja azok felett, akik ezért a nemzeti tragédiáért felelősek. A letartóztatott diktátor pár sorsáról rögtön ítélő bíróság döntött. Az ítélet nem lehetett kétséges. A házaspár halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. A hivatalos bejelentés nem késlekedik. Az ítélet jogerős, és azt végrehajtották. A volt MSZMP irodákban selejtezik a párt iratai. Ennek nyomán több tonna iratanyag kerül megsemmisítésre. A titkos zúzdák éjjel-nappal őrlik a papírhegyeket. A párt láthatóan szabadulni akar az ellenzék megfigyeléséről készített írásos anyagaitól is. Az ellenzéki nyilvánosságklub 1989. novemberében sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet, hogy a belügyminisztérium és más szervek folyamatosan semmisítik meg irataikat, és félő, hogy a később oly fontos dokumentumok végleg eltűnnek. Azt javasolták, hogy ezeket azonnal helyezzék közösségi felügyelet alá. Javaslatuk nem talált meghallgatásra.
felvilágítani egy kicsit? Vezetője Debrecenben indul képviselőjelöltként az SZDSZ színeiben. Kárta összefogásával Olajos Csabát és Szabó Bélát bízták meg. Végvári József rendőrőrnagy vagyok, belügyminisztérium állambiztonsági szervének, belső elhárításon területen dolgozó egyik tisztje. Az információk célba jutnak, mert megfordítom a kérdést. Hát, hogyha csak mi pajzánul dolgozunk, akkor mi értelme van egy apparátust fizetni az államnak, hogy az munkájuk által összegyűjtött információk, ezek lehetnek pozitívak, negatívak. Kérdés az, hogy milyen szemmel nézzük, vagy hogy nézzük, de azoknak el kell jutni oda, mert akkor van értelme, amiért dolgozott. Milyen személyeket figyelnek a mai nap? Kiket? Hát személyeket és csoportokat is. Most milyen módszerekkel folynak ezek a megfigyelések? Tehát hogy gyűjt a belügy információkat, adatokat ezekről az emberekről és a pártokról? Hát legtöbbször operatív eszközökkel, mondjuk levélellenőrzés útján. Erre van egy külön részleg, igaz? Igen. Na, mert ez később menjünk, tehát levélellenőrzés? Akkor különböző lehallgatás útján. Ez milyen lehallgatás? Telefon vagy szoba. Lehallgatás. Ez a szóval ez a mikrofon, valami mikrofon igen. Van telepítve. Na most... Vagy pedig élő személy útján, úgynevezett minket segítő személy útján. Az épp úgy dolgozik, mint a többi. Tehát egy pártban valaki például, és akkor... Hát persze, hát vagy nem pártban dolgozik, hanem mondjuk van egy ismerőse a párt tagjai között, nagyon jó barátja, és akkor hát... Mesélteti. Hát szó szerint, megy egy presszóba is megisznek egy-két üveg sört, és elvez, hogy értékelik, hogy mi a helyzet ebben a nagy politikában, meg mi történt. Hatalmon lévő párt utolsó vétharcait végzi, és a visszavonulás során igyekszik a maga embereit, a maga elképzeléseit, annak ellenére, hogy lehet, hogy a választások után már nem lesz hatalmon lévő párt, vagy kormányzó párt, hogy azért ott legyen. Asszonyom, uram, önnek választójoga van. Ez a választójog az ön részvétele az állami ügyek irányításában. Ön szavazatával fejezi ki azt, hogy személyes véleménye szerint melyik képviselőjelölt és melyik politikai szervezet programja határozza meg az ország jövőjét. Meg akarjuk valósítani mindazt, amit történelmünk ránk bízott. A honfoglaló magyarok életfa ábrázolása jelenik meg abban a szimbólumban, ami a nemzeti múlt, a becsület és a szeretet egységét jelképezi. A magyar nép válaszút elé került, mint annyiszor történelme során. Egy világméretű történelmi folyamat részesei, sőt, azt lehet mondani, úttörői lettünk. Ennek a folyamatnak részeként Kelet-Közép-Európa
szabaddá válik, szabaddá válhat, és megteremthetjük magunk intézményrendszerét, és kialakíthatjuk a magunk modern gazdaságát. Ha a magyar nép megtiszteli bizalmával a Magyar Demokrata Fórumot, akkor vállalkozunk erre a szolgálatra. Hisszük, hogy érdemeink elismeréseként az átalakulás során a világ népeinek rokon szemvétől kísérve hajthatjuk végre ezt a feladatot. Ezt kívánjuk a magyar népnek, és ezt a szolgálatot vállaljuk magunkra egy jobb jövő kialakítására. Pártokon kívüli leginkább talán annak a pártnak hiszek, amelyik nem változik minden nap, a mindennapokat változtatja meg. 15 millióan vagyunk, hogy együtt lehessünk magyarok egész Európának egyesülnék. Keleten épp úgy, mint nyugaton. A határoknak nyitottá kell válniuk, mintha nem is volna. Szabadságot a vallásoknak, a kisebbségeknek, amik éppen Erdélyben és a felvidéken, azonképpen saját határaikon belül is. Én azt akarom, hogy a hús ne vendég legyen a családok asztalán. Hogy a hó végét ne a pénztárcánk jelezze. Hogy a munkának ne csak ára, de bére is legyen. És hogy a nyugdíj ne egy életmű megcsúfolása legyen. Az országnak szabadság kell. Vonják ki az idegen csapatokat. Szeretnénk, hogyha a polgároknak szabadság jutna az állammal szemben. Nem kell, nem kérünk sem vörös, sem nemzeti színű diktatúrát. Pető Iván. Rajk László. Magyar Bálint. Ebben az összekavarodott világban nehéz eligazodni. Kövesse a kis gazdapárt irányítását. Tiszta lappal. Fiatal demokrácia. Új Magyarország. Szavazz a Fideszre. Ennek a választásnak
Nem mi vagyunk az igazi győztesei. That we are not the real winners of this election. Hanem a magyar nemzet. But the Hungarian. Én, Dajs Tamás esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a parlament elnökének az Írószövetség elnökét, az SZDSZ-es Göncz Árpádot, aki így módon az ideiglenes köztársasági elnök is. Szentélyen Romitán Szoltán jegyző ismertesse a választás eredményét. A jelöltre leadott szavazatok száma 295.